A vitézlőiskolások felvonulásával és hálaadó misével kezdődött a megbékélés napjának ünnepe. 1687. december 17-én foglalták vissza a töröktől a várat. 6 éve szervez ezen a napon ünnepet az Egyesület Eger idegenforgalmáért és az Egri vitézlőiskola. A ma itt élő egrieknek ez az egyik legnagyobb ünnepe kell, hogy legyen, hisz annak köszönhetik a mai létüket, hogy annak idején, most már 301 nehány évvel ezelőtt valójában a törököt kiűztük Eger városából. Idén a főiskola fiatal képzőművészei kiállítással adóznak a hősök emlékének. Ollé János rektor helyettes a megnyitón azt mondta, az egri hős fogalma értékálló, az egri hősök sokfélék voltak. A várat hosszú blokkád és kiéheztetés után tudták visszafoglalni, 4000 török katona és civil vonult el a városból. A törökök vagyonukat megtartva mehettek el, hadileltárral adták át a várat. Ez a béke ez gyakorlatilag Európában egyedülállónak volt tekinthető, hiszen korábban általában ostrommal, illetve hogyha még kiéheztetéssel, blokkáddal is szorították ki az ellenséget a falak mögül, nem ez volt a bevett szokás. Amellett, hogy Eger történelmében 1552 a legfényesebb fejezet, a vár visszafoglalásának évfordulója is igen fontos esemény, mondta Habis László polgármester. A város számára ez az újrakezdés szimbóluma. A polgármester kiemelte, az egri vár immár nemzeti emlékhely, és bízik abban, hogy a kormányzat támogatásával a vár olyan emlékhelyé válhat, amelynek mindenki csodájára jár. Intenzíven dolgozunk azon, hogy egy olyan szakmai javaslatot tegyünk a kormányzat asztalára, amellyel egy olyan építészeti megoldássorozat születhet, amely visszavarázsolja tulajdonképpen a vár építészeti értékeit, és amellyel valóban a szó modern értelmében is nemzeti emlékhelyé válhat az egri vár. Idén a Szelindek zenekar meg is táncoltatta az ünneplő egrieket. Állítólag ez a középkori tánc egyben ördögűzés is volt. Aki ezt eljárta, kiszállt belőle az ördög.